Sziasztok, itt vagyunk a péntek esti Service Parkban, a kvalifikációs futam után. Nagyon jól sikerült számunkra, hármat lehetett menni, ebből egy volt a mért időnk, vagy mindegyiket mérték, de egy számított az utolsó, úgyhogy pici előnyre szertettünk, úgyhogy mi nyertük meg a kvalifikációs futamot. Ez annyit jelent, ez egy nagyon pici részsiker, csak annyit jelent, hogy mi fogunk tudni holnap elsőnek rajtpozíciót választani. Itt az este alatt megszűrjük, hogy melyik lenne számunkra az ideális. Kicsit megoszlanak itt a vélemények, hogy hova válasszunk, de holnap reggelig megszűrjük. Sziasztok, holnap szorítsatok nekünk! Sziasztok! Sikerült megtennünk az első éles kilométereket az új autónkkal. Azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült a kvalifikáció. Folyamatosan gyorsultunk a három mért kör alatt. Elkövettünk egy minimális kis hibát. Nem ugyanazzal a gumival mentünk az első két körbe, mint a harmadikba. Szerintem ez egy pici hátrányt okozott, de ettől függetlenül abszolút nem lehetünk elkeseredve, hiszen az abszolút negyedik helyen végeztünk a kvalifikáción, úgyhogy holnap negyediknek választhatunk rajthelyet, ezáltal az már biztos, hogy jó helyen fogunk rajtolni. Úgyhogy megvannak az első méterek, egy kicsit jobban izgultam azért, mint kellett volna, a teszten sokkal nyugodtabb voltam, sokkal könnyebben ment, tehát a versenydruk azért visszajön az emberbe, főleg ilyen hosszas kihagyások után. Azért éles körülmények között már elég régen ültem autóba, meg hát így az élmezőnyben versenyezni az egy teljesen más történet. Úgyhogy remélem, hogy holnap is hasonló szinten tudjuk folytatni, és megpróbálunk körülbelül ezen a helyen autózni végig. Mai napon számomra egy teljesen újdonság volt, hiszen a kvalifikáción én még nem vettem részt magyar futamokon, talán nemzetközin sem, ami tulajdonképpen azt eredményezte, hogy az első 15 autó időeredménye alapján ugye rajtpozíciótól függően választhatunk a másnapra, ami már ugye mért idő lesz rajtsorrendet, és ez holnap fog megtörténni. Holnap 1 órakor van a rajtpozíciónak a kiválasztása. Számunkra ez teljesen új dolog volt, de hát ugye prologként fogtuk föl, vagy legalábbis én azt gondolom, hogy egy nagyon jó pálya volt, egy nagyon élvezetes, tempós részt talált a rendező, és másodikak lettünk, ugye? Másodikak lettünk ezen, úgyhogy igazából másodiknak fogunk rajtpozíciót választani. Tehát ez számunkra 14 darab pozícióból fog történni, 14 pozícióból választhatunk bármilyen rajthelyet a holnapi indulásra. Nagyon jól éreztük magunkat, teli szájjal mentünk. Az első előtt nagyon izgultam, bevallom. Itt tényleg már így lefőjárkáltam a szervizben, és visszajött az, hogy egy picit azért úgy elkapott az izgalom. Aztán utána szerintem ez körülbelül pont az első kanyarig tartott, és onnantól kezdve már tényleg minden rendben volt. És a második és a harmadik szakaszon már tényleg mosolyogva mentünk oda a Bencével, úgyhogy jól éreztük magunkat az autóban is. Úgy vélem, hogy elkaptuk a ritmust is. Az első kettő nem mért, illetve mért csak nem beleszámító szakaszon egy nagyon-nagyon kopott gumikkal mentünk. Nagyon csúszkált is, de nagyjából ez volt a célunk, hiszen még akkor takarítás alatt volt a pálya, mert akkor még ugye nagyon-nagyon görgös volt, és akkor csak a harmadikra raktunk fel új gumit.